Nagyon rossz dolgok mentették meg egy ismerősömnek a lelkét. Az illető ugyanis megtért Istenhez, elkezdte őt követni, majd ahogy jobban mentek a dolgai, valahogy eltávolodott tőle. Elkezdett a saját útján járni, és nem törődött vele, hogy Isten mit gondol felőle, mi az ő akarata ránézve. És ez évekig ment így, mi pedig évekig imádkoztunk érte, hogy Isten megszólítsa, megtalálja őt. Majd eltelt 15 év, és egyszer csak nagyon rosszul lett. Olyan furcsa rohamok jöttek rá, és jöttek a mentők, elvitték a kórházba, megvizsgálták, majd hazavitték, mert nem találtak semmit. Aztán ez megtörtént újra, és újra, és újra. Naponta többször is jöttek hozzá a mentők, és sok év után egyszer csak újra Istenhez kiáltott ez a személy, hogy nem akar meghalni, és nem akar a pokolra jutni. Majd 15 év után újra átlépte a gyülekezet küszöbét. Most pedig azért vagyok így beöltözve, mert most jöttem a bemerítkezéséről. Oda szánta az életét Istennek, és hatalmas dolog volt látni rajta a változást. Ha te is imádkozol valakiért már régóta, akkor ne add fel, mert Istennek semmi sem lehetetlen.